A Jánbor László, az ex-fejlesztési igazgató hozott be egy bölcs gondolatot a magyar labdarúgásba, miszerint azt mondta, hogy egy csoport identitás jelentő kultúrájuk és technológiák függvényétől függ a siker. Vagyis a sikernek három tényezője van: a technológia, a kultúra, a technológiai organizáció, amelyikből a legfontosabb a kultúra. Tehát a magyar labdarúgás az azért beteg, mert kihalt a magyar labdarúgó kultúra. A magyar labdarúgó kultúra az a 70-es évek környékén halt ki, ezt nem én mondtam, hanem Kalocsai Géza bácsi, a tradíciónak az egyik legnagyobb edzője. És a kultúra megjelenési formája az a játékpályán a stílus, ezt régen Dunamenti iskolának hívták, közép-európai stílusnak. A kultúrát az emberi szellem hozza létre, az edzők és a játékosok, tehát nem a pályahiány, az infrastruktúra hiány, a pénzhiány tehet róla, mert ezek csak felerősítenek folyamatokat, vagy lelassítanak. Az alapvető probléma, csúnyán hangzik, de elbutultak a magyar edzők. És mi lehetne akkor a megoldás? Kultúrát kell teremteni. Két út lehet. Az egyik az az, hogy vagy átveszünk egy másik kultúrát, ami tőlünk idegen, tehát ez teljesen felesleges. Mi speciális helyzetben vagyunk, mert leöltük saját labdarúgó kultúránkat, tehát újra kéne ezt a tetszhalott állapotban lévő kultúrát éleszteni. Ennek az élesztésnek is két útja lehet. Tudok kultúrát teremteni felülről, és tudok teremteni alulról szerveződve. Az alulról való szerveződés az macerás. Sok edzőnek kell átképezni az agyát, vagy átmosni, csúnya szó, de ezt kéne csinálni. De ehhez hozzátartozna a média, az újságíró társadalom, a szurkolói társadalom, hogy mind ugyanazt a játékfelfogást és játékértelmezést vallja. Lehetséges egy másik út is, miszerint a válogatott visszatér a saját gyökereinkhez, annak modernizált változatához. Ezt nem én mondom, ez Péllinger Mihály mondta, az MTK-nak az ex-elnöke, aki magyar tradíció egyik legnagyobb kutatója volt. Tehát vissza kéne térni a saját gyökereinkhez, annak modernizált változatához, és ezt kéne megjeleníteni, hiszen a kultúrától vagy a stílustól függ minden, a képzési rendszer, függ a versenyrendszer, függ minden. Tehát mondjuk, ha válogatott megfelelő karakterű játékkal rukkolna elő, ami a magyarság gondolkodásával, életfelfogásával szinkronban van, akkor nyilvánvaló, ezt a többi egyesület elkezdené másolni. Tehát Brazíliában mindenki brazilul játszott, Angliában angolul, Hollandiában hollandul. Ezzel szemben a magyar labdarúgó tradíció nem csak abban volt különleges, hogy önmagát gyilkolta le, hanem abban is volt különleges, hogy 3-4 karakteres iskolája volt. Ilyen volt az MTK iskola, amelyik körülbelül a barcelona játékával ekvivalens. Ilyen volt a Ferencváros iskola, amelyik körülbelül olyasmit játszik, mint a Real Madrid. Ugyanilyen karakteres játékot, de egy kicsit módosít, mást játszott a Dózsa vagy a Honvéd, és a többi csapat az ezeket a stílusokat másolta a saját lehetőségekhez képest. Régen a magyar NB1 a stílusok csatája volt. Nem viccből volt az, hogy puskásék, amikor kimentek játszani, bárki ellen tudtak, bármilyen kultúra ellen, pedig akkor nem volt mérkőzés megfigyelés, nem volt televízió, nem volt videófelvétel, nem volt mérkőzés elemzés, nem volt prozon csapatjátékanalízis rendszer. Különböző stílusú csapatok voltak. De a stílusok között egy közös vonás volt, mikor megkérdeztem Baróti Lajost, azt mondta, hogy a játékosság volt a stílusoknak a közös jellemzője. Lehet, hogy mást játszott, de a magas szintű játéktudás. A lényeg a kutatásomat bebizonyosodott, hogy Magyarországon a magyar népmesének, a magyar népzenének, a magyar nyelvnek ugyanazokkal a stílus jellemzőkkel, mint az aranycsapat játéka. Kovács Kokó boxa, Nagy Téme a vívása, Görbic Anita játéka, a vízilabdázóink játéka, ugyanazt a stílus jellemzőt viszik, mint az aranycsapaté. Mert ez jön a magyarság spirituális gyökereiből. Ez belőlünk, ez a miénk. Mert ha egy csapatnak van stílusa, az tud szokásos játékot játszani. Ahol nincs, az csak tudatos játékot tud játszani. Mert az egyik megtanulta, a más az nem az övé, de megtanultam. Akinek van stílusa, az belőle jön, az az övé, a speciális, az rászabott, az egyéni. Ez valamennyire benne van a génjeinkben? A polgári életben benne van a génjeinkben. Tehát szeretünk lógni a metron, buszon, villamoson. Szeretünk adót csalni, szeretünk trükközni, szeretünk kis energiabefektetéssel nagy haszonra szerteni, sok mindent szeretünk. Ami a polgári életben esetleg jogszabályba ütközik, az a futballpályán az teljesen jó lenne, mert eredményes lenne. Tehát ez bennünk van. Teljesen normális lenne, sőt követendő lenne, hogy többfajta stílusú csapat legyen. De legyen. A olyan csapat, akinek van saját stílusa. Mert megkérdezem, két csapatnak van a saját karakteres játéka, az MTK-nak MB2-be, és van a Videotonnak. És onnantól kezdve húztunk egy vonalat. Mert a stílus az azt jelenti, hogy tudom, mire számíthatok. Azt játszott a 4 fordulóval ezelőtt, azt fogja játszani 5 fordulóval ezután is, ezt fogja játszani 3 év múlva, meg 10 év múlva is. Kérdezem én, a brazil válogatottnak a játékstílusa mit változott az elmúlt 100 évben? Semmit. Modernizálódott,
Mert a kiinduló gondolkodásmód, ahogy Kovács Feri bácsi mondta, a világ labdarúgás nem globalizálódik, mert a kiinduló gondolkodásmód nem változott. Óriási blöff az is, hogy folyamatosan azt hiteti el a magyar szakma mindenkivel, hogy globalizálódik a világ labdarúgása. Nekünk ugyanazt kéne csinálni, mint a másiknak. Hát Kovács Feri bácsi világosan elmondta, ez is egy nagy tanítása, hogy lehet, hogy a világ labdarúgása változott, de a kiinduló gondolkodásmód az nem. Mert a saját kultúrát és filozófiát és stílust valló országok, azok tovább vitték tradícióikat, még a fejlődés ellenére is. Mint ahogy mondtam neked, Brazília ugyanazt játsza ma, mint játszotta 100 évvel ezelőtt. Saját szememmel láttam egy 38-as VB döntő utáni nemzeti sportot, ahol ugyanúgy leírták azt a típusú olasz játékot. Az ellenfél játékának a tönkretétele, védekezés, kontráz, amit játszanak ma, 80 évvel később. És az olaszok ugyanezt fogják játszani 100 év múlva is. Tehát semmi globalizáció nincsen, ez púder az egész. Az összes világbajnokság előtt a nagyon okos szakemberek mindig elmondják, hogy várjuk Afrika és Ázsia előretörését, mert csodálatos játékosai vannak, az egyikét játszik, a másikot játszik. És mit ad Isten? Hát a 8 közé se jutnak be, és miért nem? Mert nincs kultúrájuk, nincs saját stílusuk. Egyszer németül játszanak, mert német edző van. Szerintem egy holland, utána hollandul játszanak, mert olyan edzőjük van. Nincs a saját népükből fakadó stílus. De hát senki nem gondolkozik a brazilokon kívül, melyik kultúrának sem a kiinduló pontja, a gondolkodásának kiinduló pontja a stílus. Mindegyik maximum játékkoncepcióba gondolkozik. Régen a válogatott az úgy működött, hogy Baróti Lajosnak volt egy olyan tanítása, amit semmelyik kultúra nem tud mondani, mert ő azt mondta, hogy a válogatott csapatnak a játékstílusa mindig a vezető csapat játékstílusát kövesse. Tehát, amikor az FTC volt első, akkor a Ferencvárosra épült, és a válogatott a Fradi iskolát játszotta. Amikor az MTK volt az első, akkor arra épült. Ha Barcelona ma ötödik lenne a bajnokságba, attól még a stílusa maradhat, de mondjuk nincs messzie, és nincsenek kvalitásaik, ötödik lenne a bajnokságba, és a Real Madrid lenne az első, akkor értelemszerűen a spanyol válogatott egy kicsit módosított stílust játszana. Tehát nem a Barcelona labdatartásra épülő támadójátékát, hanem a Real Madridnak egy kicsit célirányosabb, racionálisabb játékát. És az alulról szerveződés, amikor a sok-sok labdarúgó edzőnek kellene a gondolkodását megváltoztatni, azt meg lehet oldani akár diktatórikus, akár demokratikus módszerekkel. A régi edzők azok stílusban gondolkodtak, stílus edzők voltak. Az edzői gondolkodásmód kiinduló pontja a stílus volt. A stílus szakterminológiát az 1997 óta dübörgő edzőképzésünk, az most vezette be 2012-be. De még most se jól értelmezi, még azt se tudták fölfogni, hogy a stílusból jövő stílus technikát kéne oktatni, és hogyan kell leoktatni egy stílust. Mert ha tudnánk, akkor a videóton nem azt játszotta volna, amit tavaly játszott, a Honvéd nem azt játszaná, amit most játszik, hát például a Honvédnál teljesen kultúraidegen, amit játszik. Hát a Honvéd az majdnem azt játszotta az 50-es években a Barcelona. Ezzel szemben, amit játszik, olasz iskola, védekezés, kontráz, racionális játék, ha hol lesz ott klubkultúra? Tehát a Subka Attilának, ha úgy tetszik, küldetése van a Honvéddal szembe. Az Egervári Sándornak küldetése lenne a magyar labdarúgással szembe, mert neki nem eredményesnek kéne lenni elsősorban, hanem a kultúra teremtést meg kéne oldania. Mert, mint ahogy mondtam, a fölülről szerveződő, a válogatott irányából jövő kultúra teremtés az a legkézenfekvőbb és a legegyszerűbb. Mert ha válogatottnak lenne karakteres játéka, többi elkezdené koppintani. És pillanatok alatt 2-3 éven belül helyreállna a világ rendje. Akkor is, hogyha eredménytelen lenne ez a válogatott? Természetesen, semmi köze hozzá. Hát attól, hogy van egy karakteres játék a csapatnak, van stílusa, azért, mert nincs eredmény, de ha azt látják, hogy azt követendő, akkor megcsinálják. Hát a Verebes Józsefnek ez van is egy ilyen tanítása. Ő azt mondta, hogy bármilyen stílust, bármilyen szinten, bármilyen játékosan meg lehet tanítani, mert ő megye egybe Sűrűsápolyba leoktatta MB2-be Kecskeméten, leoktatta a Rába Etóval halomra verte az országot, de hozzátette, hogy az eredményességet a játékos kvalitás határozza meg. De valamit játszani kell. Most az jobb, ami most van, hogy se eredmény nincs, se stílus nincsen.